Eladás, felvásárlás, hitelügyintézés, minden egy helyen. A műsor támogatta a 24 éves Bécsi Autópark. A helyszínt biztosította Európa első unikornis bisztrója, az Egyszarvú. Az Egy kanapén egy saját gyártású műsor, ami nektek köszönheti, hogy alkotói szabadságunkat megőrizve rendszeresen létrejöhet. Ha megnéznéd a beszélgetés vágatlan verzióját, kíváncsi vagy, kik lesznek a vendégeim a jövőben, esetleg kérdeznél tőlük, vagy részt vennél egy forgatáson, csatlakozz a patronálóinkhoz. Részletek a leírásban. Köszönjük! Webkanapén Horváth Tomival és Péter Tiandival. Madács Csergő, szép jó napot kívánok valamennyiöknek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltám YouTube csatorna, és hát, mint láthatjátok, a webkanapén kezdetét vette, elindult az idei első webkanapén sorozatunk. Egy egész illusztris környezetből jelentkezünk, ugyanis sikerült megnyitnunk az éttermünket, ami pedig egészen pontosan egy unikornis étterem, nem csak Magyarországon, de Európában is első, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a Nagymező utcában. Na ez volt itt a reklám helye. A mai vendégeimről annyit, hogy hát én csak egyiküket szerettem volna meghívni, de hát tudjuk, hogy nem mehet a felesége nélkül sehova, nem mehet a kedvese nélkül sehova, igazából még a telefonját is ő veszi fel, és csak általa üzenhetek neki. Itt van velem Horváth Tomi és az ő kedvese Andi. Beszélhetek közvetlenül a Tomihoz, vagy átadod, amit hát így mondok? Hát azért összetekülök, biztos, ami biztos, jó, de... Jó, igen, azt tudom, rögtön ide beültél, mert mondtam, mi lenne a Tomi? Nem. Jó, el szoktad így engedni interjúkra, vagy csak most így kivételtettél, vagy mi ennek az oka? Hát követjük régóta a videóid, és úgy voltam, hogy hozzád eljöhet. Jó, köszönöm, köszönöm. Különleges. Hogy állapodtam, hogy beszélhet a Tomi? Mert csak, hogy... Hát csak akkor megadja az engedélyt. Jelzek neki időnként. Ja, jó, meg, ja igen, hogy van, egy szorítás az igen, kettő, igen, a nem? Igen. Jó, ez egy fontos. Na, hát viccet félretéve én mondtam, hogy igazából én rátok mindig így egybe tekintek, mert hogy amikor beszélgetek veletek Instán, vagy telefonon, vagy bármi, akkor nekem úgy, ti mindig egyben vagytok. Szerencsére a sajtónak is, csak egészen más kontextusban, igen, ugye? Hol ismerkedtetek ti meg? Hát a helyzet az, hogy én hazaköltöztem Újvárosba. Itt laktam másfél évig Budapesten. Tomi, most nem jeleztem, hogy beszélhetsz. Ja, én kérek elnézést. De most már mondjad, de egyébként mindegy. Szóval én Budapesten éltem másfél évet egyedül, a 13. kerületben, aztán hazaköltöztem. Fontos info. Igen, de itt laktam másfél évet, aztán hazaköltöztem Dunajvárosba. Ez egyébként a Csillag születik után volt, ez 2009-re tehető. Akkor volt az RTL Klubban egy ilyen tehetségkutató verseny, és akkor utána még egy másfél évet itt maradtam Budapesten, aztán hazaköltöztem, és elkezdtem egy kávézóba járni. A laptopom előtt ültem, úgy tettem, mintha dolgoznék, aztán egyszer csak megláttam Andikát ebben a kávézóban, ugyanis ő vezette ezt a kávézót, tehát ő volt ott a főnök, és én nagyon régóta ismertem azt a helyet, és azt tudnélik, hogy hiába volt jó helyen, hiába volt szép az a kávézó, sosem ment, mindig üres volt. Mondjuk ezért szerettem oda bejárni. Aztán, amikor Andika átvette ezt a helyet és elkezdte vezetni, akkor hétről hétre egyre több vendég jött. A végén meg már azt vettem észre, hogy konkrétan asztal kellett foglalnunk, mert ő olyan barátságossá tette az egészet. Tudom, hogy nagy közhely, de tényleg az az igazsága, hogy megláttam őt, én onnantól kezdve nem tudtam levenni róla a szemem. Tényleg azt éreztem, hogy eleve én se hittem ebben. A mai napig néha én is furcsálom ezt így 9 év után. Kellett az ingyen kávé, mi? Amúgy igen. Nem tudod, azt éreztem, hogy megláttam, és valami több. Ez sokkal több annál, mint amit eddig éreztem. És onnantól kezdve bejártam. Rengetegszer ott voltam abban a kávézóban. Akkor is ott voltam, hogyha egy forintom nem volt, de akkor egy kólát kikértem, és azzal ültem ott egy egész napot. 5-6 órát, egy kólával. Szerencsére azért jó fejek voltak Andikáik, mert sosem küldtek ki. Meg amikor volt egy kólánál többre pénzem, mondjuk két kólára, akkor is ott voltam. Szóval én imádtam oda bejárni. Andi, de neked ez föltűnt, Andi, egyébként, hogy ott ül a kisgyerek naponta, mit egy kólával 5-6 órát, vagy mit persze, akar így? Persze, hogy föltűnt, de egyébként tényleg én is azt gondolom, hogy tök jó légkör volt a kávézóban, és nagyon sok vendég bejárt úgy, hogy órákat ott ült egy kávé mellett, mert elég csinos, kedves cuki csajokat fölvettem, tehát hogy jó volt ott benn üldögélni, és nekem is feltűnt, hogy a Tomi ott van, de nekem ő nagyon nem volt szimpatikus az elején, ezt egyébként egy-két helyen már így elmondtam, hogy akkor volt egy pillanat, amikor így nagyon szomorú volt,
volt, nagyon meg volt zuhanva, nem hangoskodott, egyedül ült egy sarokba, és mentem le, a pincébe volt az irodám, és akkor volt ez bennem, hogy ezzel meg most mi van? Tehát, hogy ez nem így szokott lenni, ő nem ilyen, és elkezdett érdekelni, hogy leültem hozzá beszélgetni, és akkor mesélte, hogy nemrég halt meg anyukája, és most egy ilyen nehezebb napja van, és akkor ugye, ahogy elkezdtünk beszélgetni, így tök rájöttem, hogy amúgy ő egy tök értékes ember, és hogy kifele meg van ez a jó, hát de 20-21 éves srácról beszélünk, tehát hogy van ez a kifele, ez a hú, de hogy belül meg egy olyan értékes lélek, és akkor onnantól kezdve minden nap mi beszélgettünk, így bejött, és így az egész napot kávé velem töltötte. Én azt gondolom, hogy akkor volt egy ilyen óriási nagy lufi körülöttem, és én úgy azt elhittem. És ez kipukkadt. És akkor hazamentem, és elkezdtem magamat keresni. Azért hangoskodtam, és azért voltam ilyen túlbuzgó srác, mert folyton meg akartam felelni a környezetemnek. Te akkor tudtad egyébként, hogy a Csillagszületikben volt? Igen, ugye egy városban laktunk, úgyhogy én láttam a Csillagszületikben bizonyos adások, nem követtem teljesen végig, de így láttam, de amit a Tomi is mondott, hogy a Dunai városban is nálunk is az volt, hogy mindenki tudta, hogy ő ott szerepelt, aztán utána eltelt egy-két év, és akkor ez így, tehát jönnek minden évben a tehetségkutatók, és ez úgy nem tehát nem úgy tekintettek az emberek ott, hogy hú, ő most egy sztár volt egy műsorban, persze többen megismerték, de nem volt ez így túl hype-olva, ha szépen mondhatom így. És igazából az egész YouTube-os dolog az onnan indult, tehát az a mi kapcsolatunkból indult igazából, mikor így kezdeti beszélgetések a kávézóban, milyen tök ártatlan, tehát én magamnak is úgy voltam vele, hogy nem is vallottam be, meg nem is akartam felfogni, hogy ez mi történik, viszont 7,5 év van köztünk, ezt tök sokszor sokan megkérdezik, és én javamra. Köszönöm. És ugye nekem, én egy anyuka voltam, egy kapcsolatban éltem, üzletvezető voltam, meg volt a kis életterem, nem voltam boldog, de úgy meg volt a saját kis életem, és én úgy voltam, hogy jön mindig a Tomi, akivel nagyon jól érzem magam, nagyon jókat beszélgetünk, bejön, beül, látja az egész kávézó, az egész város, hogy mi mennyire jó barátok vagyunk, és hogy ez egy tök jó barátság. Én az én lelkemben ezt így rendeztem, hogy az, amit én érzek iránt, az egy nagyon-nagyon erős barátság, és én ezt hónapokig így próbáltam, tudod, az agyamban, amikor én éreztem, hogy bejön és hú, és éreztem, hogy van valami, de azt Ez egy barátság, hát tök figyelmesek vagyunk egymásra, sokat beszélgetünk, és ez nagyon sokáig egyébként egy barátság is volt, ez sok hosszú hónapokig az volt, hogy minden nap bejött, már mikor végeztem a kávézóba, akkor mondtam, hogy megyek a gyerekére az oviba, ó, elkísérjek az oviig, mondom, persze, elkísérhetsz, Tomi, tök örültem neki. És mikor változott ez meg? Mikor volt már nem barátság, mikor volt ez túl a barátság? Egyszer elment nyaralni a családdal, és én megkérdeztem, hogy megölelhetem-e. Így, hogy elmegy egy hétre, és hogy nem bánja el. Én nagyon, nagyon távolságtartó voltam Andival, mert Andi egy bevehetetlen bár. Ezt nagyon sokan tudják róla, tehát hiába vető maga köré nagyon csinos, nagyon aranyos és egyébként jó indulatú lányokat, ugye rengeteg pasi bejár, de tudta mindenki, hogy Andi az elérhetetlen, és ő mindenkivel jóban volt. Hát én sose voltam egy nagy pasizós, tehát én volt az első nagy szerelmem, a kisfiam édesapja, és Tomi a harmadik pasi az életemben, szóval hogy nem ez egy pasi falu feeling voltam soha. Nem. Úgyhogy... nem, és Andinak volt egy tartása, és én is ezt tiszteletben tartottam, meg úgy voltam vele, hogy azért ott van egy család. Nyilván azt én nem firtattam, hogy ez milyen állapotban van a párkapcsolata, azt majd csak úgy később idővel derültek ki így a dolgok, így amikor már megnyílt nekem, de amikor megöleltem, Akkor én, hát még a mai napig emlékszem erre az érzésre, mert tényleg, amikor azt érzed, hogy remeg kezed, lábad, mint a kocsonya, érzed, hogy lever a víz, és annyira boldog vagy, hogy megölelheted, és akkor aznap olyan voltam, mint egy kisgyerek, aki megkapta a játékát, amire vágyott. Nekem egy csoda volt, és szerintem Andinál is akkor változott ez, amikor érezte azt a testiséget. Tehát akkor jött ez a felismerés, hogy így megöleltem, és én is ugyanezt, hogy úristen, tehát hogy lehet, hogy ez ennyire jól esik, és ilyen egyszerűen megfogalmazhatatlan érzés volt bennem is, hogy ez az összetartozunk, és hazaértem, és ez a nagyon jó, és nem is akarom elengedni. És utána a Tomi egyébként írt nekem dalt, amit sosem adott ki. Nem is fogok. Van egy olyan dal, a legelső olyan dal, azt így bejött a kávézóba, és rám rakta a fülest, és akkor így mondta, hogy hallgassam meg, ezt nekem írta. És akkor volt aztán, hogy tényleg így ez az abszolút felismerés, hogy úristen,
szerelmes belém ez a srác. Én úgy voltam vele, hogy nekem sosem lesz fiatalabb párom, sosem lesz nálam alacsonyabb párom, hogy azért van köztünk 5 centi, az is ugye az én javamra pluszba, tehát én vagyok a magasabb. Tehát így mindig az volt bennem, hogy nem, és nekem a Tomi abszolút tényleg nem úgy tekintettem rá, de ez amikor vannak elveid, meg értékeid, és akkor szerelmes leszel, és úgy mindent felülír, és egyszerűen tök mindegy, és minden megy a kukába, és azt érzed, hogy nem érdekel, mert szerelmes vagyok, boldog vagyok, és őt akarom, és kész, és megszűnt a világ. Én akkor egy ruppótlan senkiházi voltam, kimondhatom én is így nyugodtan, lehet ezt szebben kifejezni, de nem akarom. Nem volt bevételem, ha volt lakodalom, vagy bármi vendéglátós haknis buli, azt elvállaltam zenekarokkal, hogy be tudjam fizetni a havi csekkeket. Konkrétan kilátástalan volt a helyzetem, és Andi ennek ellenére úgy döntött, hogy a szerelmet választja, úgy, hogy volt nem is akármennyire jó egzisztenciája, ott volt a biztonság, az anyagi biztonság, igazából minden meg volt köré teremtve, de ő... Csak nem voltam boldog. Tehát, hogy igen. Megvan minden, csak nem vagy boldog, és azért ez elég fontos. És amikor eljött, ő fogta a kis motyóját, bepakolta a bőröndbe a gyerek motyóját, és így fogta, és azt mondta, hogy eljövünk így. Bocsánat, ki kell mondanom, csupasz seggel. Akkor te még együtt voltál a fiadnak az apukájával, igen. És közben te a Tomival pedig összejöttél. Igen, úgy voltunk együtt gyakorlatilag, hogy mi abszolút, tehát ilyen külön szobában laktunk. Én a Dáviddal aludtam, a volt párom meg a másik szobában, tehát teljesen meghalt köztünk mindenféle dolog. Tehát a testiség is minden. Vele azóta jó lett a kapcsolat? Igen, hál' Istennek, igen. Ennek nagyon örülök én is. Az elején nehéz volt nyilván, hiszen azért tényleg valahol benne volt a Tomi és a pakliban, bár én abban hiszek, hogy egy harmadik soha nem jöhet, hogyha rendben van két ember között. Sajnos nagyon sok olyan helyzet van, amikor valaki túl gyenge és nem tud kilépni egy kapcsolatból, és akkor ugye kell egy külső megerősítés, és akkor tud. Ez az egy, amit nagyon bánok az egész mi kapcsolatunk indulásában, hogy én soha senkit nem csaltam meg, ugye ez az egy helyzet volt az életemben, és én ezt a lelkembe, ezt egy jó 2 év kellett, míg feldolgoztam, hogy én ilyet tettem, de hát egyszerűen nem bírtam a szerelmemmel, meg ezzel az egész dologgal mit kezdeni, tehát, hogy nem tudtam nem együtt lenni a Tomival. És akkor elkezdtünk, hát ilyen, tényleg ilyen 2 forintos klippeket csinálni, mert hát nem volt miből. Uh-huh. Azt is Andi fizette. Az első klippemet emlékszem, amit és a igazából forgattam. Tudod, ezt is sokszor megkapjuk, hogy mindig én vagyok a klippekbe, minthogyha én nagy szereplős lennék, amúgy egyébként szerintem körülbelül ez az első olyan igazi közös interjúnk. Azért nagyon egyszerűen szeretném, hogy Andi szerepeljen, mert ő a múzsa. Tehát ő ihleti a dalokat. Én most berakhatok gyönyörű szép mindenféle modellányt, hogy majd ott neki előadom nagy magamat, meg ott mit tudom, én játszom neki az eszemet, de az nem őszinte. Hát én nem rá gondolok, amikor ez a dal születik, hát én egyáltalán nem egy vadidegennek, és egyrészt nem vagyok színész. Nyilván valamennyit tanultam a műsorok idejében, például Balázs Anditól tanultam némi nemű színészkedést, amiért nagyon hálás vagyok neki, de akivel akkor... szintén összeszűrtem. Egyébként vele is összeszűrtem, sőt, Andi igen. Volt ott, ő videózta. Igen, erről igen, tudunk, igen. Igen, a következő nagy leleplezés majd Majkával lesz, na mindegy. Igen. Jó. Ezt meg én videóztam. Ezt pedig a igen. Szóval, hogy valamiért úgy érzem, hogy nekem az a hiteles, ha ő szerepel. Uh-huh. Ha ezt elfogadja a közönség és szereti, azért mérhetetlenül hálás leszek. Ha nem fogadja el, akkor azt is elfogadom. Hogy jött ki be Raúl? Hát Raúl egyébként tőlem 300 méterre, körülbelül 300 méterre lakott, ott volt a szomszédságban. És egy busz megállóban találkoztunk, én leszólítottam a Raúlt, mert láttam, hogy a kedvesével kirakott egy dalt a YouTube-ra, és nagyon tetszett a közös kis kooperációjuk, meg úgy bírtam Raúlnak a hangszínét, meg igazából azt a kis, hogy is fogalmazzak, ártatlanságot vagy naivitást, ami úgy benne volt, azt én nagyon-nagyon szerettem. És én mondtam neki, hogy figyelj, egyszer csináljunk egy dalt. Mondta, jó, persze, rendben, cseréltünk telefonszámot, és akkor elteltek hetek. És emlékszem, hogy azt gondolta, hogy csak úgy mondtam ezt, hogy ez biztos nem lesz, és akkor eltelt pár hét, és felhívtam, hogy figyelj, itt van egy ilyen dalom, mit szólnál hozzá, hogyha ezt megcsinálnánk, és akkor nagyon örült, nagyon lelkes volt, jó volt az összhang, láttam, hogy hasonló értékeket képviselünk, vagy hogy hasonló irány, amit nézünk, vagyis ami, ahogy nézzük a világot, fogalmazzuk így, és elkezdtünk dalokat csinálni, egyet, kettőt, hármat, és akkor én írtam a dalokat, amiket ugye Andi ihletett, és akkor mindig kértem a Raúlt, hogy kérlek Raúl, ezekbe a dalokba írj egy verszakot, vagy kettőt. Meg abszolút jól tudott ezekbe, tehát átérezte a lelkületét a daloknak, uh-huh. Tehát hogy meghallgat,
hallgatott egy dalt, neki egyből jött erre pár sor, tehát abszolút bele tudott érzelmileg helyezkedni, nem vett el a dalokból, hanem azt az, ugyanaz az energia maradt a dalokban. Így van. Tök jó kiegészítette. Hát papíron egyébként 2011-ben volt az első dalunk, a Lassan elmúlik című dal. Azt hiszem, mikor 2016 vagy 7-ben? 17-ben volt a szétválás, de igazából maga az, amikor így fellépni jártunk együtt, meg lett ez a kis családi dolog, ez az ilyen 2013 vége, 2014, mert ugye az elején csak egy-két dal elkészült, az elején meg ugye nem is voltak fellépések. Hát masszív 4-5 év, 4-5 évet. Így... Aztán mi történt? Igazából erről sohasem nem beszéltem, hogy Raúllal miért váltunk szét, de talán azt tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy ahogy az idő telt, és ahogy mind a ketten kezdtünk érni, őt más dolgok kezdték el érdekelni, más dolgokban szerette volna kipróbálni magát, zeneileg is. Uh-huh. És én ezt láttam is rajta, éreztem is, de ha valami, amiben hibáztunk mind a ketten, az a kommunikáció. Igen, szerintem is az volt a legnagyobb probléma, tehát Raúl ilyen 17-8 éves kisrác volt, meg a Tomi is 20, mikor ők így elkezdtek együtt, és ahogy így érettebbek lettek, és elkezdődött úgy, de tényleg, amikor már a siker, a sok fellépés, a minden, és ugye nyilván zajlottak az életesemények, és az elején szerintem sokkal több és őszintébb kommunikáció volt közöttük, és akkor utána, ahogy így ez elcsúszott, és szerintem a legtöbb emberi kapcsolatban ez a probléma, legyen párkapcsolat, barátság vagy bármi, hogy az ember azt gondolja, hogy a másik azt gondolja, ahelyett, hogy megbeszélnék, hogy amúgy ki mit gondol. Egyébként egy fellépésre menet kezdtek el beszélgetni így a problémákról a fiúk, akkor én először így tök csöndben maradtam, és láttam, hogy amúgy tök rossz irányba megy, mert a végén hazaérkeztünk, és kb. Az volt megbeszélve, hogy jó, hát akkor találd ki, hogy mi legyen, vagy te találd ki, vagy döntsük el, és akkor másnap, amikor újra mentünk, utána megbeszélték, hogy jó, hát akkor szétválunk, és akkor ekkor szétválunk, és szerintem az ego, a sértődöttség, meg mindent, tehát az úgy jó, akkor mind a kettő büszkeség is, hogy jó, legyen akkor ez így, és igazából utána akkor így meg is szakadt a kapcsolat. Ilyenkor már egyébként anyagilag stabilabbak voltatok? Persze. Amikor már voltak ezek a fellépések, mert egyébként sokan lehet, hogy nem tudják a képernyő előtt, hogy ugye neked nem a Sztárban indult, meg nem a TV2-n indult a karriered, hanem a TV2 is azáltal keresett meg, hogy te a YouTube-on már akkor olyan számokat produkáltál, ugye, ami még a mostani állapotokban is kiemelkedő, tehát a jelenlegi helyzetben is kiemelkedőnek minősül, és nyilván ezt látta meg a TV2, hiszen tudják, hogy egy adott ponton már az online felületekről is át kell vinni a televízióba embereket, hogy oda nézőket csábítsanak. És akkor ott volt koncert, és akkor utána mi lett? Vége lett Raúllal, Horváth Tomi és a Raúlból lett Horváth Tomi és külön a Raúl. Egyébként mi van Raúllal, őről tudunk valamit, és zeneileg, mert én például nem, annyira ő nem jön velem szembe, mint te. Vannak dalai egyébként ugyanúgy kooperális más előadókkal, illetve... Most született kisfia. Most született, igen, gyermeke, illetve van most már, ha jól tudom, egy étterme is. Tehát, hogy ő szépen így elindult, és így... Konkurencia. Azt hiszem érdem van, de nem akarok butaságot mondani. Szóval, hogy ő elindult a saját útját járja. Kapcsolatot tartjátok? Tartjuk a kapcsolatot, igen, tartjuk, és azt gondolom, hogy mind a ketten jó szívvel gondolunk a másikra. Mi beszéltünk a kapcsolatotokról, beszéltünk Raúlról, de ezekben az időszakokban egy nagyon fontos témát, hát nem is kikerültünk, de nem említettünk, hogy ezekben az időkben a te családoddal milyen volt a kapcsolat? Én édesapámnak a feleség... Zenés családból való vagy, ugye? Tehát igen, neked, igen, igen, de a zenész dinasztia, tehát a dédpapám hárfaművész volt, a papám is virtuóz gitáros volt, édesapám 1987 óta zenekarvezető, a digitál együttest viszi a hátán, most már évek óta, tehát elég régóta. Szóval igen, én egy zenész családba születtem bele, és én édesapám feleségének a lakásában laktam, azt felújítottam, és akkor ott lakhattunk egészen sokáig, abban a kis 33 négyzetméteres lakásban, de ezt azért fontos kiemelni, mert még videoklipet is forgattunk ott. És... A Szeretsz engem című. Igen, és nagyon szerettük azt a helyet, viszont a családommal a viszonyom az sosem volt felhőtlen. Ez igazából azért van, mert ugye azt mondják, hogy két dudás egy csárdában nem nagyon fér meg. Én nem nagyon hiszek ebben a mondásban, de sajnos igaz. Uh-huh. És amikor én édesapám zenekarában játszottam sokat, nagyon sokáig, akkor én nagyon sokszor a fókuszt már nem azokra a dalokra tettem, amit a zenekarnak mondjuk játszania kellett volna, hanem a saját dalaimra koncentráltam sokat. És édesapám
eleinte nem támogatta a saját dalaimat, és úgy gondolta, hogy hosszú távon ebből megélni nem lehet, és hogy inkább játszunk világslágereket, mert abban tényleg jó volt a zenekar, de én nem éreztem ezt úgy beteljesülésnek, úgy nem éreztem azt, hogy ez tök jó, és hogy én mennyire imádom más dalait játszani. Egy idő után üresnek éreztem magam, és ez sokszor kijött egyébként, volt probléma is, mert én inkább a saját dalaimat szerettem volna játszani sokszor, csak hát mivel senki nem hitt benne, ezáltal én sem. Aztán ugye jött Andika, megismertem, még több dalt írtam, és még több dalt írtunk már Raullal, és akkor elkezdtük kirakni a YouTube-ra, és egyszer csak brutálisan bepörögtek a nézettségek, és valójában én Andika mellett tanultam meg hinni magamban. Egyébként mennyire a családod mennyire tartja a cigány szokásokat? Mennyire éltétek ti meg a ti cigányságotokat? Hogy fogadták például azt, hogy te egy magyar lányt választottál kedvesedként? Mennyire fogadták őt el? Mennyire tudott ezzel a család megbirkózni? Mennyire birkózik meg vele jelenleg? Szerintem igazából mi nem tartottuk a szokásokat soha. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezeket a szokásokat mi már réges-régen elengedtük, sőt, én azt gondolom, hogy már a dédpapám sem tartott ezeket a szokásokat. Mi szintó cigányok vagyunk, ezek a cigányok, ez egy külön történet, és nagyon keveset hallanak a szintóságról. Erre most nem is térnék ki, mert tényleg egy külön sztorit lehetne róla mesélni, nagyon izgalmas történet. De mi nem tartjuk ezeket a szokásokat. Az, hogy édesapámnak is a felesége magyar nő. Szóval ezzel sosem volt probléma, hogy roma, nem roma, cigány, nem cigány. Tehát nálunk ezzel nem volt soha gond. Inkább azt mondanám, hogy Andika egy egyenes, karakán személyiség, aki gondolkozik, akinek vannak önálló gondolatai és egy életszemlélete. Ezt elfogadni viszont nehezebb volt nekik, sőt, nem nagyon tudták, mert Andika azt mondta nekem, hogy figyelj, ha nem akarsz hazudni, akkor minek hazudsz? Mert utána saját magadat örlöd vele. És én Andika mellett rájöttem arra, hogy szeretnék őszinte ember lenni. Szeretnék őszinte életet élni. És ahogy ez így kiütközött, az nagyon sok konfliktusba esett bele. Állítottak választás elé, hogy ők a családod vagy Andi? Hát amikor szeretők voltunk, akkor volt egy ominózus eset, hogy azt mondta édesapám, hogy ezt nem tehetem egy családdal meg, hogy szétválasztom ott őket, hát, hogy milyen ember vagyok én, hogy gondoljam ezt át, és akkor azt mondta, hogy vagy fel is út, le is út, de hogy ezt hagyjam abba, és akkor Andi nem bírt magával, odajött, és elmondta, hogy azért, mert szerelmesek vagyunk egymásba, azért, mert így döntünk, és ez egy nehezebb döntés, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a rosszabbik döntés, hogy mi összejövünk. Nyilvánvalóan ennek volt egy keserűsége, egy család szétment, nyilvánvalóan, csak én azt nézem hosszú távon, hogy egy gyermek mit lát? Lát egy boldogtalan felnőtteket, egy férfit és egy nőt, akik nem szeretik úgy egymást. Nem tanulja meg az érzelmek kifejezését, mert csak azt látja, hogy anya velem alszik a szobában, édesapa megalszik a másik szobában. Én nem hiszek abban, hogy ez egy jó példa. Az, hogy őszinték vagyunk a gyermekünkkel, és elmondjuk azt neki, hogy ez meghalt, de itt van a Tomi, akivel szerelmesek vagyunk egymásba, és szeretjük egymást, és megtanulja ezeket az érzelmeket, hogy kell kifejezni, hogy milyen az, amikor anyát tiszteljük, milyen az, amikor édesanyát nagyon szeretjük. Én szerintem ebben hiszek. Egyáltalán nem hibáztatom őket azért, mert egy teljesen másik emberré váltam, ami előtte voltam. És mondhatják azt, hogy megváltoztam, agymosott lettem, ezt nagyon sokszor hallottam tőlük. De ez egyébként fokozatosan zajlott, tehát hogy nem rögtön romlott meg a kapcsolat, hanem az elején persze ők furcsálták ezt a dolgot, hogy összejöttünk, de utána volt egy időszak, amikor egy normális viszony volt közöttünk, meg feljártunk. Aztán utána tényleg az, hogy nagyon más emberek vagyunk nagyon sok mindenben, és én mondtam is a Tominak, hogy én, és nem szeretnék így részletekbe belemenni, de hogy az én hozzáállásom, én úgy érzem, hogy én nem tudok úgy aktívan részt venni az ő család életükben, mert amit én fehérnek gondolok, azt ők feketének, és én nem akarom őket, mert én nem akarok soha senkit meggyőzni az én igazamról. Tehát én van, ahogy én láttam a világot, az én életszemléletem, és én el tudom fogadni, hogy mondjuk te másképp látod a világot, és nem akarlak meggyőzni, hogy te most nézd úgy, ahogy én
akarom, és te is, és mindenki legyen olyan, viszont azt meg nem tudom elfogadni, hogyha valaki rám akarja húzni az ő akaratát, és már pedig te igenis így csináld, a munkád, az életed, a mindened. Értem, de mondjuk heti egyszer egy vasárnapi ebédnél ez nem kibírható, csak azért mondjuk, hogy a Tomi jó kapcsolatot tudjon a továbbiakban is ápolni a családjával. Volt a kommunózus olyan szituációk, ami miatt utána ez már nem volt számomra bírható, és akkor én mondtam a Tominak, hogy én úgy gondolom, hogy akkor én ezt szeretném szüneteltetni, mert nekem így a tűrés határom az így eddig ment, viszont neked a családod, és te nyugodtan menjél és tartsd a kapcsolatot, tehát hogy én semmilyen szinten nem szerettem volna őt innen ki mozdítani. Nekem voltak olyan pontok, nyilván azt nem szeretném most így elmondani, de ami miatt úgy éreztem, hogy nekem ez nem megy, ez nem működik. És jelenleg milyen a kapcsolatotok? Hát semmilyen, nem tartjuk a kapcsolatot. Nagyon sokáig... Csak amit a Borsban olvasunk, ami igen, hát, ja, persze. Nagyon sokáig unszolt engem Andi, hogy tartsam akár édesapámmal a kapcsolatot, a családdal, próbáljam elfogadni olyannak őket, amilyenek, és próbáljak egy normalizált viszonyt ápolni velük. Én tényleg mindig lökött, hogy próbált, csak aztán mindig, amikor hazajöttem, akkor látta, hogy lement, tehát hogy levitt engem az életről az egész, és nagyon csalódott voltam folyton. És azt éreztem, hogy sajnos én is ezt okozom belé. Tehát, hogy fogalmazzak, én is okozok nekik fájdalmat. Ők is okoznak nekem fájdalmat. Egyszerűen teljesen máshogy látjuk a világot, és nem akartam, belefáradtam abba, hogy meggyőzzem édesapámat az igazamról. Ő 100%-ban apuka volt? Tehát, nem. Nem. Nem, én 11 éves koromig édesanyámmal éltem Tamásiban, nagyon mély szegénységben, amire mérhetetlenül büszke vagyok. Aztán édesanyámnál diagnosztizáltak egy daganatot, még 99-ben, ekkor voltam én még csak 7 éves, viszont további 3-4 évet éltem még ott vele Tamásiban, miután őt megműtötték, csak aztán volt egy másfél év, amíg édesanyámat újra tanítottam beszélni, járni, enni, inni. Ilyenkor nagyon sűrűn látogattak apukámék is, én is nagyon sokat voltam náluk, de eljutottunk arra a szintre, hogy édesanyám nagyjából ellátta magát, ekkor még élt a papám is, aki édesanyámnak volt az apukája. És mi így hárman éldegéltünk nagyon sokáig Tamásiban, ebben a kis házban, és amikor eljött az a pillanat, hogy a zeneiskolában végeztem, ez volt általános harmadik vége, akkor behívott minket a gitártanár, édesapámat és édesanyámat is, mert az évvégi vizsgámra lejött apukám is, és azt mondta a gitártanár, hogy nézzék, Tamás, hatalmas tehetség, és nem tudok ennél többet átadni neki, megtanult minden. És egy óriási dilemma volt, de akkor elköltöztem. Természetesen én minden hónapban mentem vissza anyámhoz, minden nap beszéltünk telefonon, tehát próbáltam vele sűrűn tartani a kapcsolatot, de én 11 éves koromban, mondhatom azt, hogy 11 éves koromban költöztem fel, és onnantól kezdve laktam édesapámmal, hát 17 éves koromig, 16. Tehát ez az egy rövidebb idő volt, és akkor vette ki igazán a részét abból, hogy ő az apukám, de ha azt mondhatom, hogy szerintem az első 8 év talán a legfontosabb egy gyermek életében. Én azt édesanyámnak és a gyerekkori emlékek az Tamásihoz köthető. Onnantól kezdve, amikor ő agydaganatot diagnosztizáltak nála, én akkor 7 éves voltam, én akkor felnőttem. És tényleg csoda volt, ami akkor történt, mert egy ökölnagyságnyi daganat volt a bal szeme mögött. És azt mondta a doki, hogy egyszerűen ezt kivenni, a teljeset biztos nem fogják, de 70%-át sikerült eltávolítani, 30%-a bent maradt, és akkor ezzel a 30%-kal élt tovább édesanyám, még 2011-ig. Ez okozta végül neki a halálát? Tessék? A daganat okozta végül neki a halálát? Igen, a daganat. Ugyanis azt mondta akkor még a pécsi professzor, hogy ugye minden évben vissza kell járni szűrésre, és hogy ő messzesedést lát, ami nem biztos, hogy rosszat jelent. Hát nyilván a bénulás az egyértelmű, hogy a bal oldala az elkezd bénulni, hát eleve mikor kivették a daganatot, akkor a bal szemére megvakult. Tehát ezt az ideget nem tudta használni, nem tudta kinyitni a szemét. És az ott teljesen vége volt, és a száj is lebiggyett, karját se tudta használni, teljesen a bal oldal, ez egy nagyon-nagyon sokat roncsolódott. És mindig napszemüveget hordott, és azt mondta, hogy ez az imidzsem. És amikor kérdezik, hogy én miért vagyok videoklipben napszemekben, akkor én igazából ezért. Mert... Nagyon sok napszemüvege van a Tominak. Nem áll létszik. Na, hát azért nem gondoltam, hogy ilyen sok vodka lesz abban a koktélban. Na szóval az imidzsem az olajában ezért van. Tehát a napszemüveg. Mert...
Anyukám takarta a szemét, ugye nyilván sok embernek még ijesztő is lett volna az, hogy ő neki le van csukva, és amikor, amikor néha mozog, akkor az nem biztos, hogy ez, az egy szép látvány, ahogy ott az idegek mozogtak. De én imádtam, én nekem gyönyörű volt mindig, meg hát azt is nagyon szerettem, hogy, hogy folyton elpoénkodja. Ez szerintem az a helyzet, hogy amikor megtapasztaljuk ilyen testközelből a halálélményt, illetve talán azt, hogy, hogy amikor valakivel, aki nekünk nagyon fontos, tudja azt, hogy esetleg előbb-utóbb eléri a vég őket, akkor sajnos igen. És az, hogy ahogy utána már ez a minden mindegy alapon, hogy már nem akarunk megfelelni a környezetünknek. És tök mindegy, hogy ki mit gondol, és kimondjuk az érzéseinket. Édesanyámra most visszatekintve a hibáival együtt, mert rengeteg hibája volt, nagyon sok hibája volt, de hogy önazonos volt-e? Hát nagyon. Bátor volt? Nagyon bátor. Foglalkozott ő azzal, hogy ki mit gondol? Soha az életben. Olyan erős nő volt, hogyha valaki hős az én szememben, hát akkor ő tényleg az. Kicsit vidámabb téma. Hát felfedezett téged a TV2, és a Starbuster volt az első olyan, vagy a nagy duett. Várjál, hogy volt? A Starbuster, és utána volt a nagy duett, ugye? Engedd meg, hogy én nem is a TV2-t mondanám, és tudod miért nem? Mert én, amikor azt mondják, hogy én lojális voltam a TV2-höz, meg olyan cikkek jelentek meg, hogy 1000 szállal kötöttem, én sosem kötöttem a TV2-höz 1000 szállal, én mindig csak produkciókra szerződtem velük, és engem a Németh Ádám győzött meg arról, hogy nekem ott van a helyem abban a műsorban. Miért gondoljátok, hogy mi lehetett az? Mert hogy azért azt tudjuk, hogy a TV2 is kormány közeli, a Bors TV2 és kormány közeli, tehát hogy minden egy ilyen csapat, a NER-nek egy része, és igazából a szórakoztató műsorban, tehát ti nem vagytok sem a rendszer ellenségei, ti nem vagytok sem a műsor ellenségei. Miért kezdődött el veletek szemben? Tudom, hogy pereskedés is van, bontsuk már is szépen szét ezt az egészet, és beszélgessünk már egy picit szerintem erről. Szerintem a legelső cikk az kijött, hogy én féltékeny vagyok. És nem tudjuk, hogy milyen informátor, ugye ez sosem hát a neve elhallgatatását kérő. Ez kijött. És akkor ez ilyen nagy kérdője volt bennünk is, és ez egy szombati nap jött ki ez a cikk. Na most rá 4 napra a Tomi elájult, és agyrázkodást szenvedett, és nem tudott lábra állni, és így a következő héten már nem táncolt. Tehát, hogy azok, akik elolvasták, és a kedves, aranyos, nem akarok senkit bántani, de emberkék, akik elolvasnak egy cikket, vagy látnak valamit a tévébe, és azt így mindenféle feltétel nélkül elhiszik, azokat nem is tudod meggyőzni, és nem is akarom, meg nem is tisztem. Tehát ők így elhitték magukba, és bebetonozva az van, hogy én féltékeny vagyok, és a Tomi ezért otthagyta a táncos műsort. Nekünk ez az egész sztori ezért ilyen nagy... Jó, de amúgy nem volt ilyen? Tehát nem volt olyan, hogy mit tudom én, ott voltak a tényleg, hát nagyon jó testük is, táncos csajok, és a kontot... Hadd mondjak erre gyorsan valamit. 9 éve vagyunk most már együtt Andikával, azért az éjszakai klubokba kezdtük egyébként a pályafutást, és ott aztán nagyon sok ennél durvább helyzettel voltunk. Nyugodtan mesélj. Hát rengeteg volt. Volt, hogy a csomagomat akarták meg simogatni a színpad elején. Volt, hogy meg is simogatták. Andi hangosan röhögött fönt a vibből, hogy miért nem tudok énekelni. Hát mondom, azért, mert éppen magyaroznak, és kivágom mindjárt a magas cét. Ingyen. És ingyen ráadásul. És mindezt ingyen. Igen. Nálunk ebből sose volt probléma, mert én nem vagyok féltékeny típus. Erről is kaptam már, mert van olyan, aki azt mondja, hogy ha nem vagy féltékeny, akkor nem vagy szerelmes. Én ezt nem így látom, van, aki ezt így látja. Én úgy látom, hogy nagyon szeretem a Tomit, és tudom, hogy ő is szeret. És van a kapcsolatunknak egy olyan mélysége, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon jól ismerjük egymást. És még nem volt ez a szituáció, azt éreztem, hogy veszélyben érezném a kapcsolatunkat, akár külső hatások, vagy akár egy másik nő, vagy férfi, vagy bármi miatt. De akkor ez honnan? De akkor értetted, hogy ez... persze tudjuk, hogy nagyon kreatívak az újságírók, és nem is kell különösebb oka arra, hogy megtörténjen, de mégis tudod ennyire részletesen, hogy a tárgyatok titeket balhézni hallottak, meg látta a stáb, hogy te... Én nekem volt egy konfliktusom a táncpartneremmel. Nekem volt konfliktusom vele. Ami nyilván, mivel mi egybe vagyunk, tehát ez onnantól kezdve, hogy köztük volt egy konfliktus, nyilván köztünk is volt egy hátralépés. De nem azért, mert megmagyarózott. Nem, szó sincs róla, nem. Nem, hát ott mindenki között volt, Zsolt, azt képzeld el, hogy heti 7-ből 6 napot, 0-24-be, hát nem 0-24-be, de 7-8-10 órát naponta együtt vagy valakivel, akit amúgy előtte nem ismertél, és az első 1-2 hónapban szerintem minden pár tök jól működött, aztán később már azért nagyon fáradt volt mindenki, voltak frusztrációk, és akkor mindenkinél voltak. Most ez kulisszatotok vagy sem, minden pár veszett össze, tehát nem volt olyan, aki végig happy end-el volt, és náluk is volt egy ilyen konfliktus, amiből nyilván én is ott voltam, és én is, utána én is megkérdezte az én véleményem, vagy beszéltünk mi is erről, és én is mondtam, hogy én nálam így. Tehát, hogy ilyen szintű volt egy konfliktus helyzet, de
nem tudom, hogy ki lehetett ott, vagy ki hallhatta olyan, aki ezt utána informátorként eladta, mert teljes sületlenség. Tehát a lány is párkapcsolatba élt, azóta összeházasodtak, mi is házasok vagyunk, féltékenység se az ő részükről nem volt soha, se a mi részünkről nem volt soha, tehát hogy mi négyen együtt voltunk nagyon sokat, rengeteget, ez itt nem volt ilyen szituáció. Tehát hogy ez maga, ez az egész, ez egy full kamu. Szóval nekem volt konfliktusom a Vikivel, és nem is kicsi. De ez a konfliktus kettőnkre tartozott, hármunkra, sőt négyünkre, mert az ő párja is nagyon sokszor segített minket tanítani a Vikivel, és nekem nagyon nagy segítség volt ő sokszor. Viszont mivel maximalista vagyok, én nem szerettem kudarcot vallani, soha nem akartam kudarcot vallani, de már az is önmagában egy kudarc volt, hogy egyáltalán konfliktus van. De igen, és egyébként azt tegyük tiszta, hogy nem magánéleti, tehát semmi köze nem volt ez. Ez inkább a műsorral való, konfliktus tehát munkabeli... volt. Igen, a műsorral való konfliktus volt, tehát a műsorhoz kapcsolódó konfliktus volt ez, amit egyszerűen én már nem tudtam elviselni. Én a legelejétől fogva jeleztem, hogy ez így nem lesz rendben. Nagyon-nagyon sok sebből vérzett ez a dolog sajnos, és én többször jeleztem is, hogy fizikailag kezdek kimerülni. De ez annyira egyértelmű volt. Amikor én már hetek óta jelzem, hogy ez probléma, nem jó, és nem csak a táncpartneremről van szó itt, hanem sajnos nagyon sok mindenről. Erről nem szeretnék beszélni, mert nem szeretnék egyébként semmilyen szinten degradálni a műsort, hiszen én is szereplője voltam. És én szerettem ezeket a produkciókat színpadra vinni, már amennyire tudtam. Hát nyilván azért kisebb-nagyobb sikerrel. De a helyzet az, hogy ahogy hétről hétre egyszerűen nem lettek megoldva ezek a problémák, úgy én egyre jobban gyengültem. Lázas lettem, folyton mérték a lázom, jött le hozzám mentő, ha nem vagy covidos, jöhetsz vissza próbálni. Tehát, hogy azzal se volt probléma, hogy nekem 38-2, 38-6 volt a lázam. De amikor már húzamosabb ideje vagy beteg, tehát 4 napja vagy egyfolytában lázas, és ezt nem tudod levinni 37 alá, akkor ott már gond van. És én többször jeleztem, hogy folyamatos testi lelki kimerültség volt. És nekem lehet, hogy kellett volna egy 2-3-4-5 nap, vagy egy hét, és akkor én újult erővel fölállok, és nem hagy el az erőm. De ez a sok vita, feszültség, akkor megjelent egy ilyen cikk, és a féltékenység szóra mit tudsz reagálni? Ez egy olyan aljas dolog, amit nem tudsz kimagyarázni. Kellemetlen, méltatlan helyzet. Eleve pont az Andika, aki odajött hozzám egyébként a Star One Star műsorában egyszer, amíg a döntőjén az egyik táncos nővel kellett táncolnom, és ő odajött és így fölrakta a lábát ide, a nyakamra, minden, és én meg olyan voltam, mint egy bot. Én ott meg baseball ütővel mindenkit szétvertem. Nem. És ez volt az, amikor bementem, és egy Molotov koktélt dobtam a stúdióba, és a Tomit pedig kihúztam a hajánál fogva. Tudod, mi történt? Ott álltam, ott volt a Kiskeró, illetve a Veréb Tamás, ugye hárman adtuk elő a Lehetsz királyt, és abban van egy ilyen rész, amikor a csaj rajtad vonaglik, megfogod a combját, a fenékébe belemarkolsz. Uh-huh. Tehát egy ilyen rész. És én ott álltam, de várjál, ezt hadd mondjam el, tehát ez kívülről úgy nézett ki, hogy a Veréb Tomi meg a Kiskeró megmarkolta a csajt, énekelt, dög, szexualitás, Horváth Tomi meg... Hát teljesen ki voltam. Ott álltam, úristen, de nekem fura volt ez, tudod, én, béna, annyira... én ezektől elszoktam már, igen. De annyira bénán nézett ki, hogy volt két, és akkor volt a Tomi. Igen, és egy béna voltam. Mondtam, hogy Tomi... annyira ciki. Tehát mondom, itt most neked el kéne játszanod két színésszel, két olyan hangú bitang énekes és színész, és ők jönnek a döntőbe segíteni, ők az ugye két produkció volt a döntőbe, és mondom, le fognak nyomni. Hát az, hogy énekbe fölveszed a versenyt, oké, mert két nagyon jó hangú, te is az vagy, de az, amit így produkálsz, hát markold már meg a combját a fucusnak, és tudod, így nézett rám, attól, mondom, tényleg külső szemmel ez béna. Tehát, hogy legyek dög. És Andikának, hát ő pontosan tudja, együtt dolgozunk, hogy a színpad az egy show. És ennek a show-nak igenis vannak olyan elemei, ami... Sőt, egyébként ami én akartam ezt a táncos műsort, hogy elvállalja Tomi. Többször felkértek, többször nemet mondtunk, és akkor a végén, mikor kiderültek, hogy nincsenek koncertek, ugye nem voltak nyáron, akkor én mondtam a Tominak, hogy figyelj, mégiscsak vállaljuk már el. Egyrészt, mivel maximalista vagy, eleve itthon vagyunk, nem mi jársz fellépni, kell neked az, hogy kelljen menned, hogy föl kelljen kelned és kelljen csinálnod, és mondom, te tök jól mozogsz, tök jól tudsz táncolni, imádni fogod, neked jó lesz ez a műsor. És akkor volt egy baleset, ott agyrázkodás kaptál, elvittek a mentők,
És aztán mi volt akkor? Mit beszéltél meg a műsorról, hogy akkor te, hogyha fölépülsz, visszatérhetsz, nem térsz vissza, mi a... Nem történt kommunikáció. Tehát az van, hogy nekünk minden e-mailezés, levélváltás, telefonhívás, SMS-ezés, minden megvan. Ne is így mondd, hogy nem történt kommunikáció. Tehát az, amikor megtörtént a baleset, én kint telefonáltam pont az autóba, intéztem az ügyeket, és jött ki a szerkesztő srác, hogy gond van, ugye bent a TV2 stúdiójában történt a baleset, száraz próbán, hogy Tomi rosszul van. És akkor mentem be, nem is tudtam, hogy mi történt, mert azt nem is mondta, csak hát ugye a fejem az így gőzölt. És akkor láttam, hogy a Tomi fekszik, reszket, mint a nyálfalevér, full fehér és szürke, és beértem hozzá, és megfogta a kezemet, és reszketett a keze, és annyit mondott, hogy nem látlak. Mondom, tessék? És akkor mondta, hogy nem látlak. Egyszerűen nem látott semmit, foltokat, nem tudott lábra állni, ugye hívtak hozzá mentőt, ami nem sokára rá meg is jött el, és vittek a kórházba. Igazából az volt, hogy a próba közben fogta magát, és úgy kidőlt, mint egy kuglijójó, és tompítás nélkül, ugye 170 cent, így bevágta a fejét a kemény padlóba. És hát ott azért kapott egy jó kis agyrázkódást, ami hatására két napig nem is látott normálisan. Nagyon megijedtünk, mert én sájultam még el soha, a Tomi sájult el még soha. Az, hogy ez egyáltalán normális, hogy nem lát, meg hogy ami történik vele. Tehát ő két napig otthon feküdt a sötétített szobába. Én e-mailben mindenkit tájékoztattam, tehát másnap ő hányt. Tényleg pénteken még szerdán történt a baleset, pénteken elvittem a házi orvoshoz, mert nem látott rendesen, és annyira szorongtunk, hogy ez most mi van, mert azt mondta a doki, hogy egy nap múlva már fog látni. Uh-huh. És még mindig összemosódott neki, meg csak kitotyogni tudott a WC-ig, én kísértem ki. Tehát mindenre a TV2 mit reagált? Tudták ezt mindenről a helyzetet? Tudtak, és mindent megírtam, tájékoztattam az illetékeseket, és mondtam, hogy hát valószínűleg itt szombaton a Tomi nem tud, ezt én már csütörtökön, mikor összehánytam magát, hogy egy szerdán este délután történt a baleset, megírtam, hogy ugyan hazahoztam a kórházból, mert Covid kórház, és a Tomi sem akart ott maradni, meg a doki is mondta, hogy inkább nem volt covidos, akkor agyrázkodás ide vagy oda, de jobb, ha otthon pihen, mert itt tuti, hogy el fogja kapni, mert Covid kórház. Uh-huh. És akkor végül hazahoztam, de azt mondták, hogy legalább egy-két hét biztos pihenés, mert ez egy agyrázkodás, ez egy koponya sérülés. Utána ugye pénteken a házi orvos is ezt mondta, átküldtem nekik a papírt, és kértem, hogy beszéljük meg, hogy mit kommunikálunk ki közösen a TV2-vel, hogy ilyenkor mit, mert ugye a műsorban, aki covidos volt, ezt bemondták, meg bejelentkezett, gondoltam, hogy nekünk is lesz valamilyen opció. És akkor azt mondták, hogy csak annyit mondhatnak be, hogy egészségügyi probléma. Amit én nem is értettem, és kértem, többször írtam neki e-mailt, hogy akkor most csak, hogy egy kicsit összefordult, tehát az történt, hogy te már érezted, hogy kimerült vagy, te már érezted, hogy fizikailag is, lelkileg is, te már nagyon rottyom vagy. Ezt jelezted a TV2-nek, jelezted a TV2 szerkesztőségének, a műsor készítőinek. Igen. De ennek ellenére Show Must Go On alapon, ezt tudjuk, hogy a kereskedelmi tévében pirostól pirosig nem lehetsz hosszú, tehát ameddig Igen. neked dolgod van, ott addig mindegy. Majd elájultál egy próbán, és amikor elvittek téged a kórházba, te jelezted, hogy mi a helyzet, hogy egy-két hétig attól mindenképpen ki fog esni, akkor a TV2 annyira volt hajlandó, hogy egészségügyi problémára hivatkozva, a részleteket Igen. elhallgatva, téged tulajdonképpen a műsorba kizárt. Kizártak, tehát arra sem adtak esélyt, hogy miután felépülsz, mint ahogy egy covidos esetében, te folytathasd a műsort, tényleg kizártak. Sőt, még a döntőbe sem jelentkezheted be. De ezt nem értem. Ezt jó a kapcsolatod a TV2-vel, elkezdenek rólatok cikkezni, a féltékenység, megsérülsz egy próbán, és utána a csatorna, tehát hogy valami nekem van egy ilyen hiányzó láncszem, hogy valami nem működhetett úgy, vagy valaminek kell itt lennie, hogy mi volt akkor az a pont, ahol a nagyon csatorna egyszerű. Elengedett téged, nagyon vagy miért engedett el téged így a csatorna? Nagyon egyszerű a történet. Ez a műsor nagyon-nagyon fontos volt a csatorna számára. Mi próbáltuk hozni azt, amit lehetett. Mindenki felé jeleztem a konfliktusomat is a Vikivel, hogy ez így ebben a formában nem fog tudni működni, ha nem változtat rajta, és ha nem változtatunk rajta. Ez ilyen szakmai titok, hogy mi volt az, amin változtatni kellett? Én csak annyit mondanék, hogy hozzáállás. Tisztelet. Tisztelet. Ez az egyetlen egy szó. Tisztelet. Uh-huh. A színpad felé, a műsor felé, egymás felé. De egyébként volt probléma, volt ebből nagy beszélgetések, és utána lett változtatás, és ment tovább a dolog. Uh-huh. És utána Tomi meg elájult. Tehát, Igen? hogy ez így történt, hogy volt a konfliktus, voltak ebből beszélgetések, hogy legyen megoldva, ki volt találva a megoldás, és akkor utána a kimerültség hatására elájult. Én azt gondolom, én is sokat gondolkoztam az elmúlt pár hét hónapban, hogy vajon miért kellett így befejeznünk valamit, ami egyébként szerintem egy jó viszony volt. De pontosan látom azt, hogy a műsornak, egy műsornak ahhoz, hogy beszéljenek róla, ahhoz, hogy nézzék, kellene a bulvár. Nagyon kell hozzá
egy valami plusz. Hát voltak sokkal bulvár kompatibilisebb emberek abban a műsorban. Hát pont ez az. Hát pont ez az. Igen, itt van az itt van a horvát. Ezt nem tudjuk megfejteni, mert mi se értettük. Tehát aznap szombaton én se értettem, hogy miért csak azt lehet bemondani, hogy egészségügyi okok, hiszen ha mi hozzájárulunk, hogy bemondjuk, hogy mi történt, akkor nem tudom, akkor lehet, hogy döntős lettem volna, lehet, hogy fontos karaktere voltam ennek a műsornak, lehetséges, hogy hoztam nézettséget pluszba nekik, és nem akarták, hogy kidőljek. Mi egy olyan információt kaptunk, hogy ha a Tomi nem tud szombaton táncolni, ugye szerdán történt a baleset, pénteken még lábrán is az ott normálisan, és hogyha ő szombaton nem tud bemenni táncolni, ezt ugye telefonba kaptuk ezt az infót, akkor lehet, hogy ő már nem folytathatja a versenyt. És akkor én kértem, hogy írásban azért, tehát küldtem, ugye én folyamatosan e-maileztem, hogy ezt most akkor mondják el, hogy mire számítsunk, hogyha majd ő felépült, az orvos azt mondja, hogy már mehet, mert azért ugye ez egy olyan fizikai megterelés, azért itt emelgetned kell a partnered, illetve a saját és más testépségét is kockára teszed. Hogyha esetleg majd erről van infónk, hogy már mikor vagy hogy, akkor mi lesz, hogy visszamehet, mint a covidosok, vagy hogy lesz, mint lesz, és mondták, hogy elvileg a műsorformátuma nem engedi a sérülést, és hogy akkor valószínűleg nem. Uh-huh. De nem kaptam 100%-os megerősítést írásban, és mi szombat este otthon, amikor néztük, akkor mondták be, hogy Tomi ki van zárva, és mi is a tévéből tudtuk. Tehát a tévéből tudtátok meg, hogy ki van zárva, úgyhogy neked egy szerződéses kapcsolatod volt a TV2-vel. Csodás. Gázsidot megkaptad rendesen? Ez egy olyan téma, amiről nem beszéltünk sehol, és még azért sem beszélünk róla, mert ez még mindig folyamatban van. Nevezzük itt meg, méltán világhírű Bors magazin volt többek között, ami már tényleg már a napi szinten olyan boszorkányüldözést csinált veletek, ami nem csak a gyomorforgató volt egyébként, de már tényleg annyira vicc tárgya volt, mert kontraproduktív volt az egész, de hát mégiscsak a Borsról beszélgetünk, úgyhogy nyilván túl nagy szuperlatívuszokban, nagyon nagy eposzi magaslatokat nem is várhatunk. Ettől függetlenül, ha jól tudom, akkor egy pereskedés volt a Borssal is. Mi most ezzel a helyzet? Vagy hol tartotok? Milyen újságokat, milyen cikkeket pereltetek? Milyen helyreigazításokra számíthattok? Milyen kártérítésre? Igazából mi a helyzet? Volt az elején, amikor a döntő napján megjelentettek, ilyen kicsit olyan volt, mint amikor a Curtis volt a Starban Star, hogy elmegy, nem megye. Tehát ilyen cikkeket megjelentettek a Dancingnek a napján, délelőtt egyet, hogy vajon Horváth Tomi elmegye, mert cserben hagyta a stábot, és nem jön, és hetek óta senki nem tud semmit. Tehát azt a stábot, aki a tévéből mondta el nektek, hogy te már nem táncolhatsz, azt ugye? A stábot, aki kihívta a mentőt, és ott voltak, és látták, és borogatták, és segítették a Tomit, tehát hogy mindenki... Tehát pontosan tudták, hogy a Tomi nem lesz a fináléba, de lecikkeztették azt, még egy kicsit, hogy a nézőket föl... Tehát, hogy nekünk ez ilyen tök érthetetlen volt, és megláttuk, és egyből kifotóztuk, mert online jelent meg a cikk. Kicsit olyan érzetem volt, mintha egy kis nézettséget generáljunk, hogy akkor vajon bejön a Tomi, vagy nem jön. És akkor ugye este 9 órakor megjelent a Bors szintén online, hogy nem jött be a Tomi. Na, azonnal kiraktuk azt, hogy akkor megtesszük a jogi lépéseket. Egyből eltűnt mindkét cikk. Aha. Tehát, hogy ez ilyen tök... Ez egy ilyen beismerés volt, hogy akkor köszi, akkor inkább mégse. És akkor utána itt most februárban megint megjelentek cikkek, hogy a Tomit kirúgták a TV2-től, és akkor megint az egész dancingest előhúzták. Bocsát, akivel egyébként nem volt munkaviszony, tehát nem ez volt. Fontos tudni, hogy neked produkciókra voltak szerződésed, kvázi mint egy fellépésed lenne, tehát ez az olyan, mintha Budapest Parkban rúgnának ki tulajdonképpen. Így van, úgyhogy nem dolgozom valójában neki. Igen. Vagy úgy, hogy egy olyan műsorban rúgták ki, amire fel se kérték. Tehát, hogy egyszer egy évadra felkérnek, az nem jelenti azt, hogy te minden évadban ott ülsz a zsűribe. Erre még soha nem kérték fel erre az évadra Tomit, de már megjelentek a cikkek, hogy ki lett rúgva. És akkor utána már mindenféle jött, ugye ezzel együtt átvette mindenki, már elment a Tomi, már baristának készül, már volt ott minden, tehát hogy így... Nyilvánvalóan, és ugye azt kell tudni, hogy a kirúgás szó azért sértő, és azért egy hamis tényállítás, mert valójában nekünk semmilyen folyamatban lévő szerződésünk nem volt. Te nem voltál alkalmazott. Nem voltam alkalmazottja a TV2-nek, bármikor átmentem volna a konkurens csatornához, az RTL-hez, vagy bárhova, mert igazából sehova nem voltam lekötve. És amikor ezek megjelentek, hogy 1000 szárral kötődök, akkor valójában a Bors egy hamis tényt állított azzal, hogy nekem mindenféle kötődésem van a tényleg. Nem. Nekem egy emberhez és az ő stábjához volt kötődésem, az a Németh Ádám volt. Akik azóta eljöttek. De Németh Ádám és a stábnak most már jelentős része otthagyta a TV2-t. És bepereltetek a Borsot emiatt? És mi nyilvánvalóan az ügyvédeim egyből perelték a Borst, itt, és perelték, ha jól tudom, átvette még a Ripost is. Első fokon. Mi meglepő, igen. Igen. Első fokon a bíróság úgy határozott, hogy a Ripost helyesbíteni fog. A,
megkaptuk ott a helyesbítésnek a lehetőségét. Nyilván ez még első fokon, tehát itt még fellebbezhet a riposzt, szóval ez még nem jogerős, de bízunk benne, hogy a helyesbítés mellett fognak dönteni. A Borssal szemben viszont elvesztettük, ugyanis formahibára hivatkozott a bírónő. A tartalmat nem találta, tehát a tartalomban nem talált kivetnivalót, ő megérti a mi helyzetünket, de mivel egy A betű helyet átírtak, most így mondanám. Nem, ezt tehát formahiba történt. Formahiba történt, ezért nem fogadhatta. Ezért nem jutottunk el odáig. Csak úgy, mire ez az egész lezajlott, tudod, ez már olyan, hogy eső után köpönyeg. Igen. Eltelik jó pár hónap, Marika néni szürcsöli a kávéját a 3-1-ben a teraszon, megjön a Bors, elolvassa, hogy éppen Horváth Tamásról ezt meg ezt áll. Mikor? Mit állítottak? Akkor jöjjön az izzasztó. Pár negatív kommentet azért kiválogattam. Jó, innen, onnan, amonnan, úgyhogy jövünk vissza az izzasztóval. Biztos, hogy megtörtént ez az eset. A Tominak nem az asszonyt kellene védenie és magát is nevetségessé tenni. El kellene gondolkodni, hogy miről is szól akkor ez a kapcsolat, a pénzről vagy a bizalomról. Ha csak egyes bulvársajtók írtak volna erről, akkor elbizonytalanodnánk, de mivel a TV2 is nyilatkozott róla, így fix, hogy így volt. Úgy állnak ott egymás mellett, mint két kőkorszaki kőszobor. Csak röviden, Tamás. Hát most a kőkorszaki kőszoborra ránk gondol, mert én nem győzök Andin csimpaszkodni általában. Hát én azt mondom, hogy mindenki azt gondol, amit akar. Én a legfontosabbnak azt tartom, hogy mi az, amit én hiszek, mi az, amit mi hiszünk. És hogyha a kedves kommentelő úgy gondolja, hogy én papucs és Andi egy féltékeny szuka, akkor és legyen igaz. Akkor legyen igaz. Legyél boldog ezzel legyen a tudattal. És hogyha a TV2 azt mondja, hogy az úgy van, meg ha a Blik azt mondja, akkor ez így van. És higgyen nyugodtan, neki. Igazuk van. Mert ezt megírták az újságok, bemondta a tévé, így van. Az biztos úgy van. Így van. A következőt nem tudom értelmezni, de ebben a segítségeteket kérem. Horváth Tomi, nagyon jó vagy szakmailag, de szard össze magad, mert nulla vagy. Nem tudom, hogy most akkor... De hát akkor emberileg nulla? Az nem derült ki, a lényeg, hogy szard össze magad. Figyelj, én az éneknek amúgy azért örülök, mert már fél siker. De figyelj, sőt, tudod mi a jó ebben a kommentben, hogy ő... tehát amit beszéltünk is, hogy sok esetben a hírnek az hír, hogyha valaki valami magánéleti dolgot csinál, és nem a szakmával foglalkoznak. Ő viszont a szakmádat elismeri. Az, hogyha emberileg nem szeret, az nem baj, de ha szereti a dalaid és azt elismeri, akkor ez már egy jó komment. Csipom. Igen, köszönjük. Csipom. Ellenfeles, de csipom. Nem. Ugyan már, kinek kellene Horváth Tomi a feleségén kívül? Azért tudom, vannak páran, én szerintem azért kellene. Figyelj, amúgy én nagyon szeretem a rendet, mosogatok, főzök, takarítok. Ágyba hozza a kávét. Szerintem mindenben. Nem vagyok hát amúgy rossz pályán. Megvered. Persze. Még jó, hogy ágyba. Hát különben agyon vered. Hát nyilván. Jó, hát akkor mindegy, akkor lehet, hogy még kell. Jó parti a Tomi. Igen. Szerintem elmegyek egy szódával. Éva írt, a francüssön meg, szégyelled a származásodat, tiszta szégyen vagy. Sosem szégyeltem, hogy szintó roma vagyok, én ezt vállalom bárhol, bármikor, nagy betűkkel kiírhatják a homlokomra. Igen, tehát ezt soha. Nem értem, hogy ezt nem. Sőt, én erről nagyon szívesen beszélgetek. Kb. Mindig mindenhol elmondod, hogy cigány vagy, tehát most ez... Ráadásul szintó cigány, amire mérhetetlenül büszke vagyok. Nehéz is lenne tagadnod egyébként. Igen. senki nem minél sváb vagy szerintem, mert akárhogy próbálkoznál. Vagy tipikus német, nem? Igen, mondjuk hogy elnézése. Igen, svéd úszó. Igen, svéd úszó, olyan magas nem vagy, olyan izmos sem, sajnos, úgyhogy hát nem. Sajnos, azt mondja. Elszállt veled minden, mióta ismert ember lettél, elfelejtetted, kitett azzá, ami most vagy. Nagyképű lettél, Tamás. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy én most itt tartok, azt javarészt főképpen magamnak köszönhetem, és a kitartásomnak. Utána közvetlenül a feleségemnek köszönhetem, hogy ott tartok, ahol éppen tartok, akár a sikereimben, a karrieremben, stb. És az önmegvalósítás útján szerintem pontosan jó úton vagyok, a pofonokkal együtt, mert mindent okkal kapok. Ha ő úgy gondolja, hogy én nagyképű vagyok, gondolja így, nincs ezzel semmi baj. Mindenkinek lehet véleménye. Egy jellemtelen gizdabohóc a saját édesanyja temetésére nem ment el, köpjen egy nagyot és álljon alá. Tehát, tudod, ezt azzal mossák össze, hogy volt az nagymamád, amit a kedves Bors lehozott, hogy mi akkor nem voltunk itthon, mikor a mamád temetése volt. Az édesanyja temetésén ott volt Tomi, de látod, még a pontos információk sincsenek meg. Tehát, hogy így, tehát ilyet leírni ennyire
gonosz kommentet, tehát úgyhogy nem is tudja a valóságot. Hát mi tervezték édesanyámnak a sírkövét. De mindegy, én ezeket a kommenteket, általában én ezt nagyon hamar meg szoktam oldani, törlés, banolás, azt csókolom, ha az én oldalamra téved egy ilyen ember. A kritika az jó dolog, hogyha van értelme, és tényleg tudsz belőle építkezni. De ami gonosz, és direkt úgy írja le az az ember, hogy annak körül, hogy a másiknak fájdalmat okoz, annak mi értelme? Tehát érd le, hogy valami nem tetszik, vagy szerinted ez a véleményed, meg lehet ezt úgy fogalmazni, hogy a másik ember abból építkezzen. Géza leírta, visít, mint a mennyit. Ha igaza is van, láttam, amikor nevetek, tényleg olyan magas hangon nevetek, hogy nem tudjátok eldönteni, hogy most Andi vagy én nevetek. Simán benne van. Kíváncsi vagyok, hogy vicsorgással kapcsolatos komment van-e. Az a nincs, de van egy olyan, hogy vannak jó számai, csak az a baj, hogy ez olyan, mint a többi egy kaptafa. Hála Istennek! Én azt gondolom, hogy egyszerre kaptam egy olyan zenei kritikát, hogy ezer közül meg lehet ismerni Horváth Tamás hangszerelését, pontosabban fel lehet ismerni. És hogyha egy kaptafa, egy család, én mindig próbálom a jót látni ezekben a kommentekben, meg viccesen felolvasni. Helyes. Tomihoz egy szebb és kedvesebb lány illene. Hát van választása mindenkinek, Tomi engem választott, hogyha úgy gondolja, majd választ egy szebb és kedvesebb lány, de szerintem nem az a valaki, aki írta, dönti el, hogy milyen a Tomi ízlése. Kicsit gonosz, de benne hagytam. Láthatóan saját gyerekük már nem is lesz, túlidős már hozzá az Andi, és lehetséges, hogy nem is kéne neki egy harmadik gyerek, Dávid és Horváth Tamás mellé. Ez tényleg gonosz amúgy. Tomi már egy felnőtt férfi egyébként, csak úgy mondom. Én meg hát figyelj, 36 éves vagyok, van akinek ez öreg, van akinek ez fiatal. De terveztek? Amúgy van. Nekem van gyermekem. Én mindig leakadok ezen, hogy nem akarsz gyereket? Nekem van gyermekem. 7 éves volt a Dávid, mikor ajándékba kaptam. Nem a nevelt fiam, én nem szeretem ezt a nevelt fiam szót. Nyilván ez a hivatalos. Ő az ajándék gyermekem, akire mérhetetlenül büszke vagyok, és teljességgel kiveszem a részemet apaként. Dávidnak olyan szerencséje van az életben, hogy kapott az élettől még egy plusz apukát. És én, amióta ő az életembe került, minden szempontból kiveszem a részem. És nagyon sokat köszönhetek a Dávidnak, rengeteg tapasztalatot. De én nekem van fiam, úgy hívják, hogy Tóth Péterfi Dávid. És az, hogy akarok-e saját vagy nem saját gyermeket, én azt gondolom, hogy a vérkötelék, az papíron vérkötelék. Nyilván az, hogy egy saját gyerek, ezt nem is firtatom. De nekem teljes, kerek, boldog családom van. Legyen ez a végszó, de még mielőtt elbúcsúznánk, a szokásos kérdés, tudjátok, a 10 éves terv. Arra vagyok kíváncsi, hogy hol látjátok magatokat 10 év múlva. Én látok egy házat, amit én és mi tervezünk, de főleg én tervezem, és vidéken maradnék mindenképpen. De te most lakásban laktok? Most egy tetőtéri lakásunk van, de 10 éves tervünk az, hogy legyen egy gyönyörű szép házunk, ha lehet minél közelebb a természethez és minél távolabb a várostól. Én nagyon-nagyon vágyom erre. Én tanyát is el tudnék képzelni. Benne az sok erdő közepén. Rengeteg kutyával, és nekem nagyon-nagyon-nagyon szeretem az állatmenhelyeket segíteni. Én titokban szoktam ilyeneket csinálni, csak nem reklámozom. Tehát például van egy indiai állatmenhely, aminek segítettem, akkor Szabolcsban is van egy kicsit közelebb egy állatmenhely, akiknek szoktam így névtelenül segíteni. Én nagyon-nagyon szeretnék minél több állattal együtt élni, akár kutyusokkal, tényleg minél többet. Szakmailag valami nagyon nagy cél, nem tudom, arénában zenélni, nem tudom, valami ilyen. Amúgy ez olyan érdekes, hogy másfél évvel ezelőtt hatalmas nagy álmaink meg terveink voltak, és jött ez a Covid-korszak, és akkor így hirtelen rájöttünk arra, hogy ami megvan az, hogy 2019-ben két teltházas Budapest, hogy már mekkora csoda, szóval, hogy amit elértünk eddig, és az, hogy újra álmodni ilyen dolgokról, hogy igen, tehát a Tominak ez mindig ez a teltházas aréna koncert, az ott igen. Volt, meg hogy külföldre valamerre megpróbálni kinyílni a világra, csak ez most hirtelen annyira elsötétült ez a dolog egy időre, és most újra el kell hinni, tehát most először még ott tartunk, hogy már próbálunk, és jövő hét pénteken ott van a Budapest Park, és föl fog állni a koncertre a Tomi, vagy a színpadra, de még olyan, amikor így próbálunk a zenekarra, hogy még nem hiszük el, hogy ez tényleg meg fog történni. Ez most tényleg? Hogy... Ha régebben kérdezted volna, azt mondtam volna, hogy világsztár szeretnék lenni, mindenki ismerje meg a mi dalainkat, és hogy mindenhova jusson el a mi üzenetünk. Most inkább azt mondanám, hogy én lelki békére, boldogságra, harmóniára vágyom. Arra vágyom, hogy olyan erős legyek, hogy kikezdhetetlen. Szó szerint kikezdhetetlen legyek, olyan, mint az acél.
Erős lélek. Mert tudod, erős lélek, ez mint a az sok a cél. Búvárféle meghúzkodásból így végig gondoltuk, hogy ezt kicsibe megkaptuk, hogy egy világsztárnak úristen mi lehet. Tehát, hogy akit mindenhol felismernek, mindenhol írnak róla, mindenhol minden, azért ez egy nagyon-nagyon kemény lelkileg, tehát az... Hát kívánom, hogy minden álmotok teljesüljön, váljon valóra, és 10 év múlva, hogyha beszélgetünk egy hatalmas nagy stúdióban, egy nagyon nagy stábbal, teljesen más koncepcióban, vagy a koncepció marad is, de más felszereltséggel, és akkor is vendégül tudjalak titeket látni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy vállaltátok ezt a beszélgetést, nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ne felejtsétek el, hogy innentől kezdve jó ideig minden héten webkanapén, ebben az évadban is olyan vendégeket hozok el nektek, mint mindig. Nagyon szuperek lesznek, nagyon jó beszélgetések lesznek, és hát a helyszín is adja magát. Itt megtörténhet a csoda az Egyszarvúban. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk jövő héten. Sziasztok!